A Szól a kakas már kezdetű zsidó népdal az, amelyet az átlagember fel tud eleveníteni, ha a zsidó zenéről esik szó. Nem véletlen, hogy csupán ez az egyetlen dal maradt meg a zenei emlékezetben. Somos Péter saját családja történetével nyitotta meg a tárlatot, mely rávilágít arra, hogy a családok elpusztításával egy nép, egy kultúra és annak értékei tűnnek el, szinte maradéktalanul. Úgy hiszem, hogy én ehhez kicsi vagyok, hogy én ilyenekbe belemerüljek. Megint csak a saját dolgaimról, és az, hogy mi történik a világban, arra se nekem, úgy hiszem, se nálam nagyobbaknak nincs ráhatása. Megbolondult a világ, lásd a legutóbbi izraeli lövöldözést. Tehát ezen csak sajnálkozni lehet és aggódni, de én nem hiszem, hogy ezt a kis emberek befolyásolni tudják. Szoka Margit, az Újfehértó zsidó múltjáért kulturális egyesület elnöke hívta életre a kiállítást. Saját kutató munkájának köszönhető, hogy ezek az iratok és tárgyak egy helyen állítanak emléket a zsidó családoknak. A tárlat létrejöttének miértjét Grósz Andor gondolataival fogalmazta meg. Nem szabad hagyni, hogy a holokauszt, amely nem csak a zsidóság, hanem az egész nemzet tragédiája is, kikerüljön a tudatunkból. Újfehértó egy nagyon nagy létszámú zsidósággal rendelkezett. A 18. század közepén érkeztek először ide zsidó bevándorlók Galícia területéről, majd a létszámuk folyamatosan növekedett, és a vészkorszak idejére elérte a több mint 1300 főt. Tehát egy nagyon meghatározó, gazdaságilag, kulturálisan, társadalmilag meghatározó közösségről beszélhetünk, és ez a kiállítás gyakorlatilag ez hagyomány szinten működik már a településen, hiszen közel 10 éve kezdtem el a zsidóság kutatásával foglalkozni, és rendszeresen szervezek konferenciákat, illetve kiállításokat. A rendezvényen köszöntötte a vendégeket Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnöke, aki többször is megfogalmazta azt az üzenetet, hogy a történelem ilyen módon nem ismételheti meg önmagát. Nem csak az emléknapokon, hanem minden nap ott kell, hogy legyen, akár a közbeszédben, akár pedig a lelkekben, hogy ez pontosan azért, hogy ez még egyszer ne történhessen meg. És ezért fontos az emlékezés, és ezért fontos az emlékeztetés, mert a zsidóság lényegében teljes mértékben megszűnt létezni, legalábbis itt a vidéki zsidóságról, hogyha beszélünk, a deportálások és a gettósítás következtében, és ezáltal nem csak emberek haltak meg, nem csak családok tűntek el, hanem ezeknek a családoknak nem született gyerekük, nem lehettek utódaik, nem lehettek olyanok, akik tovább viszik azt a kultúrát, azt a közösségi életet, azt a vallási hitéletet, amelyen lényegében részei és kovászai voltak egyes településeknek, így például Újfehértó közösségének is, és ez egy pótolhatatlan veszteség. Imakönyvek és eszközök, ételek és régi dokumentumok repítik vissza az időben a látogatót. A kiállítás április 30-ig tekinthető meg.